ebben a videóban én Szabó Viktor vagyok, és a mai témánk az lesz, hogy a YouTube videód alá honnan szerez zenét, milyen zenét szerez, és mégis hogy működik ez az egész, hogy ne kapj copyright strike-okat halomba, ne vegyék el a bevételszerzés, és úgy unblock megmaradjon a csatornád, szóval ezzel fogunk foglalkozni. Én Szabó Viktor vagyok, hogyha szeretnél ilyen YouTube tippeket, trükköket, tutoriálokat, akkor mindenképp dobj egy feliratkozást, hiszen mostanában foglalkozok ezzel a témával, illetve, hogyha kérdésed van, akkor dobj egy kommentet, és megválaszolom, vagyis igyekszem megválaszolni. Szóval, nézzük először az ingyenes alternatívákat, ugyanis ebből is akad bőven. A legelső, amit már rögtön láthatsz, hogyha belépsz a YouTube stúdióba, a legalsó menüpont a hangkönyvtár, ahol tulajdonképpen rengeteg zenét tudsz letölteni, illetve láthatod az engedélyeket, hogy melyikhez szükséges mondjuk forrás megjelölés, ilyenkor ugye a leírásban meg kell adnod, hogy milyen zenét használtál, hangeffekteket tudsz találni, illetve előadók, hangulat, műfaj, időtartam, bármi szerint tudod rendezni ezeket. Ez ingyenes, YouTube-on ingyenes is marad, tehát itt nem lesz semmiféle változás, ha te felhasználsz innen egy zenét, akkor az örökre ingyenes marad, legalábbis amíg van YouTube, és amíg van ennek létjogosultsága. Szóval, hogy ez az ultimate első tip, ez mindenki számára ingyen van, és baromi egyszerű, tényleg csak rákattintasz és letöltöd. Szóval ennél egyszerűbb nem is kell, de hogyha tovább akarunk menni, akkor van számtalan csatorna, ami ezzel foglalkozik, hogy no copyrightos zenéket, ugye nem kapsz értük copyrightot, hogyha feltöltöd a videódba, a legtöbbnél meg kell jelölni a forrás, tehát a leírásban mindenképpen tüntesd fel, hogy milyen zenét használtál. Ez nagyon fontos, hiszen van olyan, aki ráugrik és kapsz egy copyrightot. Nyilván, hogyha nincs a leírásban, akkor ilyen esetekben teljesen fair, hiszen ők azt mondták neked, hogy akkor használhatod fel a zenét, ha leírod a leírásba, hogy kitől használtad fel a dal, teljesen korrekt, erre figyeljetek oda mindenkit, és bele lehet futni akár copyrightokba is. Nem mintha olyan gyakran szokták volna ezt csinálni, de ki tudja, tehát jobb, csak ennyi dolgot van, tényleg nem kell érte fizetni. A második lehetőség, amit megmutatok, a no copyright sounds és számos zene van, inkább ilyen elektronikus cuccok, illetve itt van még a Royalty Free Music lejátszási lista a Trap Nation csatornáról, emellett még ott van a másik Nation csatornáról szintén egy lista, ezeket linkelem a leírásba, tehát ott megtalálod mindet, illetve van az Audio Library, ami szintén a YouTube-é, ebből is találsz egy listát, illetve a csatornájukon is rengeteg dolog elérhető, és van utolsó sorban a Vlog No Copyright Music 1,77 millió feliratkozóval. Ezek a csatornák no copyrightos zenéket állítanak elő, úgyhogy mindenképpen ezekről tudsz nézelődni, és tényleg ezeket felhasználhatod, de mondom, a leírásban mindenképp add meg, hogy honnan használtad fel. És most, hogy túl vagyunk az ingyenes verziókon, nem másról lesz szó, mint arról, hogy a fizetős verzióknál melyiket érdemes választanod. Hogyha csak YouTube-ra gyártasz tartalmat, akkor neked a legjobb opció az Epidemic Sounds, amit már számos tartalomgyártótól láthattál. Ha követsz ilyen külföldi fotós, videós csatornákat, akkor mindenki partnerségbe áll vele, vagyis hát a legtöbben a legnagyobbakat sikerült nekik megszerezni. Azt megjegyezném, hogy csak addig van licensz, amíg elő vagy fizetve, tehát olyat nem tudsz csinálni, hogy letöltögeted a kis zenéidet, hiszen korlátlan letöltés van. Előfizetsz, letöltöd a zenéket, és utána évekig el vagy belőlük. Nem így működik, hiszen amikor feltöltöd YouTube-ra, és publikálod, akkor ellenőrzi az Epidemic Sound, hogy elő vagy-e fizetve, hogyha elő vagy fizetve, akkor nem történik semmi, viszont ha nem vagy előfizetve, akkor elveszik a bevételt. Ugye csak YouTube-ra töltsd fel ezeket, tehát nyilván, ha már egy második csatornád van, akkor nem ill oda az előfizetése, tehát ez tényleg azoknak ajánlanám, akik csak a YouTube-ban gondolkoznak, mondjuk nem csinálnak esküvői filmeket, nem dolgoznak együtt másokkal, szóval ez tényleg csak YouTube-ra, személyre szabottan, csak a YouTubereknek ajánlom, én legalábbis így látom, és még egy plusz pozitívum, hogy sávokban leszedheted a dalt, tehát külön az ének, külön a dob, általában kb. 4 sáv van, szóval ezekkel gazdálkodhatsz. Egyébként a leírásban találsz egy kedvezményes linket, szóval ha az én linkemen keresztül regisztrálsz, akkor te is kapsz ingyen hónapokat, és én is kapok ingyen hónapokat, tehát mindketten jól járunk. Fontos, hogy a linkre kattints, ami a leírásban van.
A következő, amit bemutatnék, a Music Bed, és én is ezt használom legtöbbször. Utólag is kirakhatod a videót, tehát hogyha mondjuk lejárna most a licenszem, viszont én már feltöltöttem mondjuk egy videó sorozatot, és azt átnézte a Music Bed, és jóvá hagyta, akkor ha lejár a licensz, akkor is publikálhatom utólag, ami nekem nagyon tetszik, bár nyilván nem fog lejárni a licenszem, és a nem listázott videókat is licenszeli. Az Epidemic Sounds az csak a nyilvános videóidat fogja megnézni, itt viszont a nem listázottakat is átnézi, és ha erre regisztrálsz, azt figyeld meg, hogy amikor feltöltesz egy videót, akkor instant kapsz egy ilyen copyright figyelmeztetést. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy strike-ot kapsz, tehát ez nem ilyen súlyos, csak egy figyelmeztetés, hogy felhasználtál olyan dalokat, amik mondjuk bevételhez kötöttek, és ilyenkor már jön is egy e-mail a Music Bed-től, hogy semmi probléma, hiszen ők már intézik, és pár percen belül le is kerül ez a copyright. Az utolsó pedig a listán az Artlist, ami hát nagyjából előnyök és hátrányok is nagyon nagyok, ugyanis a többivel ellentétben itt csak éves előfizetés lehetséges, szóval itt csak egy évre tudsz előfizetni, nem tudsz havi díjas megoldásban gondolkozni, illetve nagyon drága, bár ha azt nézzük, hogy korlátlan, akkor igazából mégsem olyan drága, hiszen úgy működik, hogy ha innen töltesz le egy dalt, akkor alapból kapsz hozzá egy licenszt, és bármikor, bárhol, bármeddig felhasználhatod, szóval ez egy nagyon jó modell, viszont ugye nagyon drága, és csak egy éves lehetőség van, szóval itt tényleg nem lehet kijátszani a rendszert, hogy egy hónapra beregisztrálsz és mindent letöltesz, hiszen ez nem működik, egy évre kell regisztrálni. Úgyhogy nagyjából ezeket gyűjtöttem össze ingyenesekből és fizetősökből is. Szinte mindegyiket teszteltem, mindegyik remekül működik, tényleg meg kell nézned, hogy melyik hangzásvilág, melyik oldal, melyik kereső, melyik az, ami sokkal jobban bejön. Úgyhogy ha kérdésed van, mindenképp dobj egy kommentet. Én Szabó Viktor vagyok, köszönöm szépen a figyelmet, és tényleg, ha szeretném még hasonló tartalmakat, akkor iratkozz fel a csatornámra. Köszi!